Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Először az ő gondolatát. Ő úgy érzi, úgy gondolja, hogy minden összeomlik körülötte. Nem tudja, hogyan tovább. Benne van egy nehéz helyzetben. Ezek lehetnek munkahelyi problémák, lehet, hogy válás van, vagy egy bírósági ügy, vagy nem érzi jól magát a környezetében. Tudja, hogy lesznek változások, de ő fél ezektől a döntésektől, fél ezektől a változásoktól. Holott itt látható, hogy ez a hajó, ez mozog, előre megy, de nem ő határozott így, hanem ilyen helyzetben van, hogy muszáj neki döntéseket hozni, de fél, kicsit vacilál, nem tudja, hogyan tovább. Itt látható ez a viharos óceán, és így érzi magát, hogy minden összeomlott, elveszíti a talajt a lába alól, holott a képen az érmék vannak. Ez jelentheti ugyan az anyagi helyzetet, a munkát, az értékeket, a belső értékeket, a megbecsülést is, de amit az érmék még szimbolizálnak, az a föld eleme. Tehát van talaj a lába alatt, ott van a föld, de ezt ő nem érzi, nem tudja, hanem úgy gondolja, hogy itt kellenek még változások, de fél döntéseket hozni, fél a jövőtől. De nem maradhat ebben a helyzetben, amikor így már úgyis összeomlott minden, és látható a viharos óceán, hanem kell a part. El kell érnie a partot, vagy egy stabil anyagi helyzetet, vagy élnie kell a hivatását, vagy kell egy szép környezet, vagy keresi a stabil helyzetet a ti párkapcsolatotokban. És hogyan érzi magát? Mindkét képen a kehely jelenik meg. És az jelenti a víz elemét, és víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt látható, hogy mennyire viharos nála minden. Itt is érezhető az ő bizonytalansága. De ezt nem mutatja ki, nem beszél erről, hanem megjelenik, mint egy ilyen magabiztos király. De miért? Mert arra vár, hogy te így lásd őt. Hogy te csodáld őt, hogy hidd azt, hogy ő annyira magabiztos, tudja, hogy mit akar, komoly döntéseket hoz, és elvárja azt, hogy te feltekints rá, hogy biztasd őt, hogy dicsérd őt. És mit fog tenni? Itt is a kelyhek vannak, és ezek a kelyhek jelentik az álmokat, az elképzeléseket, és ő valahogy érzi, hogy te szereted őt. Tudja azt, hogy róla álmodozol, hogy megvannak részedről az elképzelések, és mivel biztos a dolgában, elvárja azt, hogy te, mint egy királynő, közeledj hozzá. Hogy tetted meg az első lépéseket, és legyen meg nálad a tűz eleme, a lelkesedés, a bátorsága, a szenvedély, hogy mutasd ki azt, hogy mennyire lelkesít ő téged.
vagy mutasd ki a szenvedélyeket. Azt, hogy ő bizonytalan, meg hogy itt annyira vacillál, ezt nem mondja el neked. Nem is akarja, hogy tudj erről, inkább, mint hogyha úgy színészkedne, és nem rossz indulatúan gondolom én ezt, hanem maszkot visel. Úgy tesz, mint egy magabiztos király, holott itt láthatóak, hogy nem így érzi magát. Itt középen a magyar kártya, amit a férjem készített, utal arra, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható az U betű. Most elgondolkozhatsz azon, sőt leírhatod a kommentárba, mit jelent számodra az U betű. Ez lehet egy név, lehet egy fogalom, lehet egy helység is. Nekem út jut eszembe, vagy Ungán jut eszembe, vagy egy út jut eszembe, az utakat járni. És itt van a régi szimbólum, a rovás írás, és ennek is van egy jelentősége, hogy számodra ez mit jelent, ezt is leírhatod. Itt ez a két bot, bal oldalon, jobb oldalon utal rád és őre. Az élet utatok kereszteződik itt középen, tehát ő is tesz lépéseket feléd, de megvannak az elvárásai is, hogy te is közeledj hozzád, és akkor így útközben találkoztok ott középen. De itt nem a nyilvánosság látható, hanem inkább a visszahúzódás, a befele tekintés, az érzelmek, az otthon, vagy ő látogat meg téged, vagy szeretné azt, ha te látogatnád meg őt, vagy lesz egy utazás, és vágyik a nyugalomra, hogy egyedül legyetek kettesben. A germánoknál vannak az úgy nevezett rúnák, ezek is betűk, és itt látható ez a szimbólum, a régi betű jele, tehát hasonló, mint a rovás írásnál ez a szimbólum, és itt látható a vidámság, a mozgás, a könnyűség, sőt, az is látható, hogy ő megérint téged, és a lepke jelenti a lelki dolgokat. Itt van egy szép kapcsolat kettőtök között. És lesz egy közös út, hiszen a lelketek az összetartozik. Ez lehet egy ikerláng szerelem is. És mi a napi energia? Az itt látható. A nap. A nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, látni akar téged, kiderül az igazság, megbízhatsz a szavaiban, és fest ezt a napot az égre. Legyen meg az elképzelésed, hogyan tovább, és figyelj oda, hogy mi a kívánságod, miről álmodozol, mit szeretnél elérni, mi legyen látható az életedben. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra. A kommentárba leírhatod a véleményedet, meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!